Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör. Mai műsorunkban is még a POSZT programjából válogatunk. Megnézünk két versenydarabot, a képzelt beteget és a tanítónőt. Belehallgatunk a Szingász koncertjébe, és megnézzük Bagosi Levente makettjeit. Végül pedig a szokásos programajánló sem fog elmaradni. Tartsanak velünk! Hat évvel ezelőtt mutatták be itt Pécsett a Mohácsi testvérek képzelt betegét. Ebben az évadban újra színpadra állították az Örkény Színházban, és újfán beválogatták a versenyprogramba. Megnéztük, milyen lett ez az előadás. Teljes sötéttel és zenével indul az előadás, ahogy Pécsinek, úgy ennek az előadásnak is Kovács Márton szerezte a zenéjét. A hat évvel ezelőttihez képest, csak némi változtatással. Hát sok minden megmaradt a hat évvel ezelőtti változatból. A hangszerelés az ugyanaz, tehát hegedű, cselló és bőgő, de mivel a bőgő szólamba Benkő Róbert nevű kiváló jazzbőgős került, nagy megtiszteltetés volt az nekünk, úgy ő ezt vállalta. Ettől iszonyatosan fölgazdagodott a bőgő szólam. Ez az egyik, ami jelentős változás. A másik pedig az, hogy belekerült a Örkény Színház társulatának az ének tudása. Nagyon muzikális társulat, és ezért aztán ilyen kórusokat lehetett bele írni. És akkor vannak zenei, új zenei témák is benne, mint hogy változott a koncepcióban, mert most nem sellő van, hanem pillangó, illetve lepke, és ezért aztán ez is változott. Ezért és a Fényevők című előadás zenéjéért Kovács Márton díjat is nyert az idei poszton. Maga kicsoda! Mit akar itt? De azonnal a rendőrt hívom! Én vagyok az. Ki az én? Vagyok, aki vagyok. Magáért jöttem. A főszerepben Gálfi Lászlót láthattuk, aki már a Liliomfiban megismerhette Mohácsi János munkamódszerét. Nehezebb munka volt, mert itt végig bent vagyok a színpadon. És ez egy hihetetlen fizikailag is egy nagyon nehéz szerep. És hát premierre nem készültem el, az nagyon sok volt. Tehát azzal a technikával, hogy közben írjuk, meg változtatunk, meg minden, nagyon kevés idő marad a kidolgozásra. És de közben az magától készülődik, tehát nagyon furcsa a technika, tehát a szerep is épül, meg készülődik, csak még kellett volna egy kis a tisztázásra kellett volna nekem. A Liliomfiban ottan kisebb szerepet játszottam, és ott volt időm. Tehát én erre fogom most magamba. De ezt mondom, hogy nagyon kedvelem, csak mondom, hogy nagyon nehéz ettől, hogy végigben kell lenni a színpadon. Ebben a képzelt betegben az abszurditás már magában a szereposztásban is megmutatkozik. Például Bíró Kriszta játsza Trokán Nóra mellett Argan fiatalabbik lányát, nem pedig fordítva. Eléggé elrugaszkodik az eredeti Molière-től. Ami jó is, meg nem jó, ez egy egészen különleges játék. Az sajnálom, hogy elég hogy hosszú a darab, tehát mire eljutunk a végkifejletig, pláne ilyen melegben, hogy a közönségnek nagyon kell figyelni, de tulajdonképpen a legfontosabb a végén van. De a tegnap este az a közönség egészen, hogy mondjam, meghatóan fogadta, és nagyon tetszett neki. Persze volt, mondom, ez van, hogy valaki ezt eleve elutasítja, vagy kikér ezeket a idétlenségeket, blöddítségeket. De ugyanez, hogyha most nem akarom ahhoz hasonlítani, de a kopasz énekesnőt megnézzük, az is nyilván akkoriban nagyon sok embernél kiverte a biztosítékot, és hülyeségnek találták, de van benne rendszer.
Na most itt is van egyfajta, ennek a sok szóvicnek, meg kifacsár dolognak van egy rendszere, ami nem véletlenül, és hát nem véletlenül van, mert az egész egy nagyon sötét kezdéssel kezdődik, nem csak effektíve sötét van, hanem a halál van jelen, és a vége is a halál a záró. Tehát nagyon komoly téma, és ezt nyilván oldani kell valamivel, mert különben elviselhetetlen lenne. Megérdített a halál! Nagy szívem, de hogy a szívem, a halál! Most mondom! Te ne figyelj! A halál! Mondom! A halál! Hitál! Nos, a kezem! A kezem! Kézen át a halál! Nehogy át kézen! A kezén jeges, fekete kesztyű. Azt mondta, hamarosan. Hamarosan? Hamarosan, és tényleg, mert el tudsz a sárga filmunkra. De nem a Sánkhány sárga. Melyik, hogyha nem az? Kovács Mártonnal és Gálfi Lászlóval készült hosszabb beszélgetéseket megnézhetik majd a Posztportré című sorozatunkban a jövő héten. Most pedig következzen egy pécsi illetőségű kiállítás a Posztról. Bagosi Levente díszleteinek makettjeit a Nagy Színház előterében láthattuk. Nagyjából ez lefedi az összes munkámat, hiszen mindig elrakom, archiválom, levédem őket, tehát nem szoktak a lenyészetté lenni ezek a munkák, hanem szépen pormentesen zárható és tárolható, egymásra stúcolható dolog. Hiányzik egy 5, maximum 10. Még ezek a régi pécsi időszakból a kis színházas, nyári színházas díszleteim. Hát akkor még nem tudtam, hogy díszlettervező leszek, és azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen alkalmi kirándulás volt. Azért tartom meg őket, mert egyrészt emlék, sokat dolgoztam vele, és tetszetősnek gondolom. Tehát szeretek ránézni időnként, visszaemlékezni ezekre az előadásokra. Hát egyfajta emlékmű ez. Hát ez az egyik része, a másik meg a praktikus oldala, hogy szeretem látni előre, hogy mire fogják azt a sok millió forintot kifizetni a kivitelezéskor. Tehát nem akarok zsákba macskát árulni a színház felé, vagy a rendező felé, hanem szeretem nagyon konkrétan előjelezni, hogy mi lesz ez a dolog, amit kivitelezünk. Néha szöszölni kell vele, de én mindig csak annyira szöszölök, mi ahhoz kell, hogy pontosan kifejezze azt a látványt, azt a hangulatot, amit szeretnék. Abszolút nem szoktam kidolgozni például a hátulról. Hát vannak ezek a klasszikus miniatűra építők, akik olyan részeit is megcsinálják, ami nem is látszik. Na hát én nem ilyen vagyok. Meg mindig kiagyalok olyan technikákat, amivel nagyon megkönnyíthetem. Például, hogyha sok székkel egy előadásban, akkor gyártok valami szék sorozatgyártó gépezetet, amivel könnyű a nagy mennyiséget előállítani. Tehát én nem vagyok ez a
gyufaszálakból Eiffel-tornyot építő türelmes ember, hanem nagyon is türelmetlen vagyok, és épp ezért sokat töprengek, mielőtt nekiugrok egy munkának, hogy hogy tudnám azt minél gyorsabban és egyszerűbben megoldani. Bizonyos rendezők nagyobb teret engednek, mások meg egész pontosan megmondják, hogy mit szeretnének. Igen, hát ilyen apró stiláris ügyekben többnyire szabadon vagyok keresztve. Aztán olyan is akad, aki azt mondja, hogy Levente, csinálj, amit akarsz, arra én majd valamit fogok reagálni. Például a testvérbátyám, ő egész konkrétan körül szokta határolni, hogy mit szeretne. Ahogy egész kis esztétikai részletekbe belemenve. És hát ha jó a díszlet, akkor engem szoktak dicsérni, nem őt. Polgárdíszlet, amit én nagyon kedvelek, ugyanakkor teljesen vízhang nélkül maradt a dolog. Tehát nem durrant akkor át színpadon valami. Tehát maga a makett sokkal hatásosabb, etetősebb, mint ahogy az ott a színpadon létrejött, pedig egy az egybe ezt építették meg. Tehát furcsa dolog ez. Máskor meg olyan munkákba futok bele, amit nem szerettem csinálni, például a legutóbbi Hamlet örkényszínházas munka, aminek pedig nagy sikere van, nagyon dicsérik, és nem igazán értem se, technikailag nem volt különösebben kihívás, sem látványra nem olyan érdekes. Nagyon jó volt az előadás, nyilván ez hat az emberekre. Üres tér is hihetetlen fontos tud lenni, hogyha szép tud lenni, hogyha jó használják. Az egykor nagy sikerekkel futó Szingász Project ára már csak Szingász névvel, visszavett tempóval, de létezik. Jó ideje nem koncerteztek már, de a Poszton egy este újra megörvendeztették a közönséget. Szingász Project névből személyváltozások révén 2010-ben tűnt el a projekt. Akkor még egy évig koncerteztek, mint Szingász, és egy új EP-t is készítettek. A kiadó, akivel szerződésük volt, szeretett volna még melléjük külföldi zenészeket adni, de ezzel a lehetőséggel már nem éltek. És közben mindenkinek azért volt olyan dolga az életben, amit rendeznie kellett, mert gyakorlatilag 6 évig turnézott a zenekar megállás nélkül, és szusszantunk egyet. És hogy most Szingász vagy Szingász Project, ezt én nem tudok válaszolni, mert bárhol próbáljuk ezt mondani, hogy ez végül is Szingász. Nem véletlenül volt ez Project az elején, mert Csernák Zozóval alapítottuk mi ezt ketten, és általában vendégzenészek voltak, akik közreműködtek a különböző alkalmakon, koncerteken. Mi azért elég szertágazó tevékenységet végzünk, tehát filmzenétől, a színházi zenén, egészen ugye a különböző jazz, slam poetry, de nagyon sok kollaborációban benne van a zenekar. És ez, hogy zenekar vagy mi, ugye, ez egy ellentmondás, és megkerestek bennünket ez az év elején egy indiai jazz workshopban való közreműködésre. És ez adta az apropót, hogy elkezdtünk újra Zozóval együtt dolgozni, visszajöntünk a stúdióba, és hát azóta folyamatosan jönnek a megkeresések, meg a felkérések,
és új zenészekkel dolgozunk együtt. Egy hölgy csatlakozott az énekes posztra, Fülöp Flóra Eper néven ismerik egy jobban szerintem a városban, illetve Pilári Áron, a rendkívül tehetséges multi-instrumentális zenész az, aki most jelenleg püfföli a dobokat. Ugyanazzal a lendülettel, ugyanazokkal az energiákkal dolgozunk. Mi azt keressük, ami új, ami inspirál minket, amiből meríthetünk, amiből építkezhetünk. Az, hogy most itt koncertezünk a Jókai téren, ez egy tök jó dolog, és nagyon örülünk neki, de nem vállalunk el most minden koncertet, vagy minden lehetőséget. Inkább lemegyünk, dolgozunk, kísérletezünk, új hangzásokat próbálgatunk, új hangszíneket, új hangszereket, és ez inkább egy műhely munka. Tehát ki vannak állítva a hangszereink, lemegyünk, van egy ötletünk, megmutatjuk egymásnak, és ahogy egymásra hatunk, ahogy egymást inspiráljuk, abból aztán születik egy folyamzene, és abból pedig különböző számunkra értékesebbnek mondott részletekből pedig egy komplexebb dolgot építünk, vagy egy komplexebb dalt komponálunk. Témákat, amiből utána koncerten improvizációk születhetnek. A New Jazz irányából induló Singles Project a harmadik lemezét már többnyire akusztikus hangszerekkel, mint egy klasszikus jazzzenekar rögzítette. Most indiai útjuk és egyéb új munkáik miatt újra előkerült az elektronika. A hangulatok, a lehetőségek is nagyban behatárolják, hogy mit tudunk csinálni, de amikor mondjuk a Zozó csak akusztikus zongorát vagy harmonikát, én a nagybőgőmet használom, és csak egy kis dobszet van velünk, az varázslatos, ugye, mert az egy erdő közepén is megszólal. Ha meg egy nagyobb színpad van, óhatatlanul bejön az elektronika az effektek miatt, a hangzás miatt, és amin most dolgozunk, számot, ugye újra, igen, ezt nem mondtam, meglátogatta ugye a várost José Padilla úr, aki az egyik alapítója a Café Del Mar kiadónak, illetve a válogatásnak, és véletlenül az Eper volt aki ilyen guestként kalauzolt a városba, és kiderült, hogy a szingászék itt vannak és dolgoznak, és azonnal lecsapott egy számra, amit most éppen finalizálni kell, és az például elektronikus lesz, mert ugye a Café Del Mar az is stílusában inkább egy lounge, egy elektronikus hangzású valami. Indiai útjuk annyira inspiráló volt számukra, hogy a jövőbeni munkáik, elképzeléseik is ehhez köthetők. Szeretnénk közös zenéléseket, közös improvizációkat külföldi zenészekkel, itt is, Pécsett is, és kint Indiában is. Tehát cél az, hogy megmutathassuk a helyieknek azt, hogy kint milyen tehetséges, inspiratív zenészekkel dolgozhattunk közösen, és hogy magyar zenészeket is kiuttassunk Indiába. Hát az a cél, hogy itt összpontosuljanak a kelet és nyugati zenészek, vagy itt találkozhassanak, itt dolgozhassanak együtt, és megpihenhessenek és alkothassanak. Ez irányba pedig már konkrét lépéseket is tettek, ugyanis egy neves indiai zenész látogat ide Indiából a nyáron. Montri Malatavant sikerült az ozorai szervezőkön keresztül meg is hívni a nyárra, és azon kívül, hogy az Ördögkatlan Fesztiválon is csinál egy ütős workshopot, illetve az Ozorán is csinál egy ütős workshopot, és önálló koncertje is lesz. Játszunk közösen is majd, illetve rögzítünk egy anyagot a két fesztivál közötti vagy körülötti időpontban. És talán azért érdekes így kiemelnem, mert azon kívül, hogy egy indiai világot hoz, kizárólag hulladékokból épített dobjait használja, és elektronikával bolondítja meg. Egy rendkívül izgalmas, kreatív világ, amit Montri képvisel. És az első komolyabb anyag az most vele készül el.
Miskolci Nemzeti Színház két előadása is szerepelt a posztverseny programjában. Mi a Rusznyák Gábor rendezte, a tanítónőre látogattunk el. Lenne, már itt kellene lenni a gyalogi. Majd holnap, vagy holnap után. Szabad! Jó napot kívánok, az új tanítónő vagyok. Jó helyen járok a kártól urétkát? Jó helyet! Hozzá is jön a félúr, az apám. Jaj, tessék csak kijátszani a partit. Hát van egy ilyen törekvés a Miskolci Nemzeti Színházban, hogy minden évben foglalkozunk valami jelentősebb magyar szerző művével. És akkor volt több darab, amiről így beszélgettünk, meg én is gondolkodtam, és végül ez maradt. Ma hozzá ilyen, úgy éreztem, hogy ez van elég személyes kötődésem, vagy van elég mondani valom vele, hogy ezt úgy szívesen megcsinálom. Rusznyák Gábor rendezésében a múlt századi szöveg egészen frissen szólal meg, ami az ő munkáira jellemző is, hogy hozzányúl az eredeti szöveghez. Ebben az esetben szükséges is volt, ugyanis Bródy Sándor drámája sokkal terjedelmesebb annál, mint amennyit elbír a színpad. Az a szöveg, amivel én találkoztam, az is borzasztóan élő volt a problémáit tekintve, és abban próbáltam egy picit, ha nem is segíteni a szerzőnek, csak a magam számára világosabbá tenni, hogy egyes szituációkban azt még hogyan lehet, vagy merre fele lehet tágítani, akár azokat a részeket, ahol mondjuk ez a tárgyalás zajlik, és ezek a némiképpen elrajzolt figurák, vagy nagyon szélsőséges figurák megnyilvánulnak, és azok a dühök, és azok a szenvedélyek, vagy azok a képtelen vádok, amik elhangoznak, azokat még hogyan lehet esetleg ragozni, vagy továbbvinni. Maga a tér is nagyon találó volt, kukoricával kitöltött falak között a mennyezetről lelógó füstöltárukkal megspékelve elevenedett meg az előadás. Szerettem az egyterű előadásokat, tehát amikor egy előadásnak van egy tere, amit belak és abban él, vagy abban születik meg. Nem az én ötletem volt alapvetően, hanem a debreceni Bori érdeme ez, hogy végülis ez a kukorica világa lett a dolognak. Valami hasonlót kerestem, tehát kerestem egy olyan anyagot, vagy egy olyan dolgot, amiről ez a vidék, vagy a vidékiség eszünkbe juthat, illetve az, hogy ez van egy ilyen kiszolgáltatottsági viszony ember és ember között, tehát az, hogy itt van egy főúr, van egy nagy birtokos, akitől tulajdonképpen mindenki csak bérli azt, amiben létezik, maga az iskola is egy bérlemény, és a földek bérlemények, és mindenki ki van szolgáltatva valakinek. Tehát ez a kiszolgáltatottsági viszony, és hogy ezt tulajdonképpen látjuk is, ezt, hogy ez ha van, akkor van, ha nincs, akkor nincs. A címszerepben, azaz Tóth Flóra szerepében Lovas Rozit láthatjuk, aki ezért a teljesítményért hazavihette a legjobb 30 év alatti színésznek járó díjat, ahogy a tavalyi Vágy villamosában alakított Stellájáért is. Szeretem eljátszani ezt a történetet, szeretek vele mondani, vagy próbálok egy előadás, vagy egy nagy egésznek a részeként működni, úgyhogy hogy amit mondani akarunk, az kristálytisztán átjöjjön. Én egy fiatal, még talán naívnak is mondható, de mindenképpen pályakezdő és életét kezdő lányt játszom, aki egy intelligens lány, akinek komoly hivatástudata van, komoly tervei vannak azzal, hogy ő tanítónő, és komoly elképzelései. Szinte céltudatosan a Isten háta mögötti kis faluba megy, tehát hogy nem a saját karrierét próbálja építgetni, hanem komolyan a falusi gyerekeket szeretné tanítgatni, illetve valami olyasmit elültetni az agyukba, hogy gondolkodni is lehet a világon, illetve mindenki a saját sorsáért is lehet felelős. Tehát egy ilyen forró fejű, csillogó szemű lány érkezik oda, aki egy hatalmasat csalódik. És szeretem ezt végigjátszani, ezt az utat, hogy mi történik, végigélni azt, hogy mi. Most már azt érzem, már régóta nem játszottuk nagyon sokat, de azért már régóta, tehát október elején volt a bemutatója, és egyre közelebb értünk
azt hiszem, hogy a szerep is én. Talán a legelején még nem voltunk nagyon együtt, de most én egészen a saját történetemként kezelem ezt a dolgot, és azt érzem, hogy valahogy a mostani mai világban én is valami ilyesmi alak lehetek, mint ez a tanítónő, akinek nincsenek még nyilvánvalóan nagyon okos és kiforrott gondolatai, de mindenképpen érdeklődő, nyitott, és azt gondolja, hogy lehet ezt másképp is csinálni, tehát nem muszáj a rossz rendszerbe bekapcsolódni, és valami féleképpen függetlenségre vágyik. Engem még nem hurcoltak így meg, szerencsére, mint a Tóth Flórát, de maga a történet az közel áll hozzá nagyon. Ha meg akarja őrizni az erkölcsösségét, azt az erkölcsösséget, amely az ön magasztos hivatásához olyannyira nélkülözhetetlen, úhajtandó, hogy egy higgadt, önzetlen és legfőkét, biztos alapon álló férfibra bízza magát. Mégis kire? Reálfőra. Azért lettem tanítónő, hogy maga legyek a maga ura. És a kísértése gyermeke? Erős vagyok. Azért jól lehet elmémel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Pál apostol Rómaiakhoz 7:1. Most pedig következzen programajánlónk. Kezdjük a képzőművészetekkel. A művészeti kar a héten két új kiállítással is jelentkezik. A Nádor Galériában 19-én este 6-kor nyílik Szalai Péter Kettős látás című kiállítása. Másnap délután 5-kor pedig a Zsolnai negyedben az M21-es galériában láthatjuk a Művészeti Kar Képzőművészeti Intézetének 2013-14-es tanévében végzett hallgatóinak diplomamunkáit. 21-én lesz a múzeumok éjszakája, melynek során idén is rengeteg programmal várnak a Janus Pannonius Múzeum összes kiállításában. Tárlatvezetések a Csontváriban, a Mecsekórus a Kőkertben, reneszánsz zene a Kőtárban, a természet ízei, raktárlátogatás és tűzugrás a Természettudományi Múzeumban, palacsintasütés, ételfelismerés, beszélgetések a konyháról a Néprajzi Múzeumban, kézműves foglalkozások, videótörténeti kiállítás a Várostörténeti Múzeumban, kesztyűkészítés a Vasvári Házban, és még sok más program. Mindegyiket végigjárhatjuk, egy darab ezresért, kivéve a Leonardo kiállítást, ha azt is belevennénk a körutunkba, az már többet kóstál. Egy új pécsi regénnyel is megismerkedhetünk. Majd 20-án a Tetjén a Pintérkertben mutatják be P. Horváth Tamás Tündérváros, Zsolnai Vilmos Titkos élete című regényét Horváth István színművész és Boris Jaskó zongora művész közreműködésével. A zenei kínálat nagy része az elkövetkező napokban inkább Orfűre tevődik át, ugyanis indul az 5. Fishingon Orfű Fesztivál, ahol szombat estig felvonul a magyar popzene krémje. A városban inkább a komoly zenei vonalon kapcsolódhatunk ki. A Kodály Központban 20-án 7-kor kezdődik Váradi István csellista első nagy zenekari lemezének bemutatója és egyben felvétele is. 24-én pedig a Mesterek és Tanítványaik sorozatban a jövő tehetségei mutatkoznak majd be. A Zsolnai negyedben a vasárnap esténkénti térzenei sorozat most következő fellépője a Peremendi Ifjúsági Fúbós Zenekar lesz. A posztnak vége, de a hétvégén már indul a Pécsi Nyári Színház. 21-én és 22-én este a Körúti Színház Meseautó című előadását nézhetjük meg a Káptalan utcai szabadtéri színpadon. A moziban is csak egy új filmet nézhetünk meg, méghozzá a nagy sikerű Így neveld a sárkányodat című animációs film második részét. Ez volt már a Pécsi Kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is szép napokat!